könnyek között igyekezett berakni a bevásárló kocsijába a gondozási központtól kapott karácsonyi csomagot ez a bátaszéki nő. Azt mondja, 50 000 forintos rokkant nyugdíjából erre neki nem telne. Nagyon elérzékenyült, amikor meglátta, hogy a több kiló hús krumpli, liszt mellett csokoládé és gyümölcs is helyet kapott a csomagban, amiket 3 lányonokájának kíván majd odaadni, ha erre lehetősége lesz karácsonykor. Hányan karácsonyoznak? Hát, ha szerencsém van, akkor hazajönnek a fiaim, ha nincs, akkor egyedül. Az adományokat a Bátaszéki Gondozási Központ munkatársai állították össze a hozzájuk és a város önkormányzatának számlájára érkezett felajánlásokból. Több millió forint gyűlt itt össze, mintegy 170 nehéz helyzetben levő családnak és 150 gyereknek készítettek ajándékcsomagot. Boros Zsuzsanna, a Bátaszéki Gondozási Központ vezetője azt mondja, soha ennyi felajánlás nem érkezett hozzájuk, amit nem győznek megköszönni. A Bátaszékváros önkormányzata az ünnepi adományosztáshoz kapcsolódóan elkülönített számlát nyitott, amelyen közel 2,3 millió forint, amelyre közel 2,3 millió forint érkezett, aminek nagyon-nagyon örülünk, illetve 2 magánember 1 millió forint felajánlást tett. A Bátaszéki Gondozási Központ ezt az 1 millió forintot 3 család között osztja szét a felajánló kérésének eleget téve. Az önkormányzati számlán maradt összeget pedig szétosztják a rászorulók között, és további csomagokat vásárolnak a húsvéthoz kapcsolódóan.